A repce, a napraforgó, az árpa és a tritikálé vetése is időben megtörtént Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Ez idén azért is fontos, mert az elmúlt hetekben szinte folyamatosan eső áztatta a földeket, emellett pedig elegendő napsütés is érte a növényeket. Az időjárás egyedül a korábban vetett gabonafélék betakarítását késleltette több helyen. A kalászosok a földben vannak nagy része, 80% fölött, és ezek nagyon szépen kikeltek, szép fejlettségi állapotban vannak, úgyhogy azt mondanám, hogyha az őszi kalászosokat, amit a földbe ért, nagyon jó magára tudtunk előkészíteni, és most, ahogy ennek az enyhe esős csapadékos időnek köszönhetően nagyon szépen fejlődik, viszont a kukoricának a betakarítását természetesen ez akadályozza. Az ugyanakkor jó hír, hogy a kukorica felvásárlási ára folyamatosan emelkedik, így azoknak a gazdáknak sem kell aggódniuk, akiknek a kedvezőtlen időjárás miatt egyelőre nem sikerült betakarítaniuk. A Kamara megyei elnöke elmondta azt is, milyen időjárás lenne igazán kedvező a következő hetekben a gabonafélék fejlődéséhez. Ha ez egy 20-25-e környékén valóban egy hautakaró betakarná, és védné ezeket a növényeket, és úgy lenne hideg, mert hidegeket is mond, hogy mindig hautakarna ezeket, akkor egy megerősödött növényzettel mennénk bele a télbe. Én úgy gondolom, hogy ezek jobban tudnának a tavasszal reagálni, még ha megfázna is, mint szokott úgy alakulni, hogy a csapadék hiány miatt nem kelnek ki a növények, majd esetleg a télen kelnek ki. Rácz Imre hozzátette, tavaly csak februártól kezdődően voltak igazán erős fagyok, ami az akkor már kifejlett növényeket kevésbé befolyásolta. Az előrejelzések szerint az idei december jóval hidegebb lehet a megszokottnál, így a következő hetekben még szükség lenne az enyhébb időjárásra a friss vetésű gabonafélék megerősödéséhez.